A település új közösségi tere lehet a jövőben a hétfőn átadott helyi piac Mérken, a Terület és Település Fejlesztési Operatív Program pályázatán 78 millió forintot nyert az önkormányzat. Ebből a forrásból alakították ki a piacot. Mérk az elmúlt években sokat fejlődött, közölte a polgármester. Amíg 2010-ben 500 millió forint volt a település vagyona, addig ez az összeg idén már 1,5 milliárd forintra nőtt. Müller Istvánné hozzátette, az elmúlt években új gátat és sportöltözőt is építettek, valamint felújították többek között a helyi óvoda konyháját is. Utcákat, árkokat raktunk rendbe, most egy belvíz projekt zajlik, és volt egy nagyon rossz állapotban lévő szilárd hulladéklerakónk, ennek pedig már mind a két körös beruházása megvalósult, szintén itt több ilyen 200 milliós forint körüli értékben. Hétfő délután átadták a felújított egészségházat is, ami az orvosi rendelőnek és a védőnői szolgálatnak biztosít helyet. A település házi orvosa a térségben a leghosszabb ideig szolgált Mérken. 56 éven keresztül dr. Búdis Gyula látta el a betegeket idei nyugdíjazásáig. A mérkiek nagyon örülnek ennek a lehetőségnek, mert hogy évtizedekig vártak rá. Egy korszerű orvosi rendelőt és védőnői szolgálatot kapott a település, ez 60 millió forintba került a területfejlesztési operatív program jó voltából. Mérk harmadik top beruházása a belvízzel vezető rendszer kiépítése, erre 150 millió forintos forrás nyertek. Az átadó ünnepségen Cseresnyés Péter államtitkár kiemelte, a kormány számára fontos a vidék. Céljuk, hogy az életszínvonal minden településen egyforma legyen az ország minden pontján. Az elmúlt 9 évben köszönhetően a vidékre való odafigyelésnek és a vidékkel való együttműködésnek szinte minden település, legkisebb település is el tudja mondani, hogy vagy komoly fejlesztéseket, vagy valamiféle fejlesztést tudtak végrehajtani, természetesen az ott élő emberek érdekében, az ott élő emberek kényelme biztosítása érdekében. Talán itt érdemes megemlíteni, hogy én az ország másik végében vagyok országgyűlési képviselő, ahol van olyan település, az én választókörzetemben, ahol 27-en élnek. Meg el lehet gondolni, hogy az ő költségvetésük, ennek a kis településnek a költségvetése mekkora, ennek ellenére ez a település is sok fejlesztést vitt véghez. Mérk lélekszáma 2002 és 2300 között mozog. A polgármester elmondta, sok fiatal igényelte az elmúlt hónapokban a falusi csokot, illetve az önkormányzat is támogatja a fiatalokat az első lakás vásárlásnál.